Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Dombóváron is megemlékeztek a mártírokról, 67 éve kezdődött a szabadságharc leverése. Horváth Tamás dombóvári ultrafutó hazatért, az amatőr sportoló 246 kilométeres ultramaratoni futóversenyen vett részt Görögországban. Fát ültettek a babáknak, 34 dombóvári család kispolgára kapott csemetét a városban. Táncos előadás, születésnapi köszöntések, idősek napját tartottak Kocsolán. Gyertyát gyújtottak az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaiért Dombóváron. A Nemzeti Gyásznapon méltó megemlékezéssel tisztelték meg azokat, akik az életüket áldozták a hazáért. Az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékeztek többek között Dombóváron is november első szombatján. 67 éve ezen a napon jelentette be Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának elnöke, a Szovjetunió támadását a Szabad Kossuth Rádióban. A dombóváriak a gyásznapon a Szent Orsolya iskola központ udvarán gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a forradalom és a szabadságharc áldozatairól. Tulajdonképpen ez az ünnep ez úgy, hát nem ünnep, megemlékezés, ugye úgy indult el néhány évvel ezelőtt, hogy önszerveződő módon, majd egyre szervezettebb formában, és hát nagyon fontos esemény volt azért az 1956 Magyarország történelmében, és hát így ennek a fontosságát emeli ki, hogy nem csak a kezdetét, az október 20-át, hanem tulajdonképpen a végét is megemlékezéssel illetjük. Nem ünnep ez, hiszen ez egy nemzeti gyásznap tulajdonképpen, hogy a nemzeti lobogót is félárból szereztik ezen a napon, és hát ennek megfelelő lesz a műsor is, tehát nem vidám, hanem nagyon is szomorú. Az iskolában fontosnak tartják, hogy a gyerekek oktatása során a történelmi kötődéssel rendelkező emléknapokon a diákok jobban elmerüljenek a témában. Igyekszünk, tehát nyilván a tanmenetekben, tantervekben is ezek szerepelnek hivatalosan, de én azt gondolom, hogy ez inkább a történelem tanárnak a személyétől függ, hogy ez mennyire kap hangsúlyt. Remélem, hogy a mi iskolánkban igen. A megemlékezésen az egybegyűltek Ober Frank Pál Kossuth és Jászai Mari díjas színművész előadásában hallhattak több a gyásznaphoz kapcsolódó verset. Hangzavart! Azt! Ha nekik az, ami nekünk vigasz, földre hult pohár, fölcsattanó szitokszavát, fűrész foga közé szorult reszelő, sikongató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke! Ne legyen derű a bearanyozott, a fennem finom, elzárt zeneteremben! Még nincs a jaj sötét szívekben. Kerényi Zsolt barátom hívott meg, időnként eljövök Dombóvárra, és olyan jeles események jön, amelyek fontosak mindannyiunk számára. Hát egy irodalmi alkotást el szoktam mondani. Most itt ezen a gyásznapon az ide kapcsolódó költészetből van egy általam összeállított egy, én úgy hívom, hogy 56-os Razgrednyicák egy ilyen mű. Aztán lesz még egy vers, amely tulajdonképpen egy imádság, és aztán pedig egy Magyar Litánia című vers, Tóth Bálint verse, aki elgondolkozik azon, hogy nekünk most mi a feladatunk, és mit kell tennünk, és erre ad egyfajta választ, aminek a lényege az, hogy mi nekünk nem szabad újra kezdenünk semmit, ami rossz, de emlékezzünk kell arra, hogy mi történt. A november 4-i gyásznapon Hegedűs János mondott beszédet. A plébános tábunknak felidézte, hogy a héten tartott minden szentek és a halottak napján, valamint a nemzeti gyásznapon az egyház hogyan emlékezik meg nem csak elhunyt szeretteinkről, de hőseinkről is. Ahogy említettem a beszédben is, a hősökre mindenképpen hálával emlékezünk, de azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk minden elhunyt szerettünkre, hiszen mindenkinek hálával tartozunk, akikkel a szeretet szálai kapcsoltak össze bennünket. Tehát mindenképpen ott van a hála a szívünkben, amikor emlékezünk, másrészt pedig hívő keresztény emberként, ugye a feltámadt Jézus Krisztusba és az örök életbe vetett hittel, reménnyel, vagyis azzal a vigasztaló tudattal emlékezünk, hogy
hogy ez az emlékezés nem egy végső elszakadás, hanem ott van a remény mindannyiunk számára. Magyarország kormánya 2013-ban nemzeti gyásznappá nyilvánította november 4-ét. 1956-ban ezen a napon vonultak be a szovjet csapatok, megkezdve a forradalom és szabadságharc leverését. Október 23-a és január 16-a között országosan 2652 ember életét követelte az ellenállás, és a forradalomban való részvételért további 220-340 embert végeztek ki. Horváth Tamás dombóvári amatőr ultrafutó idén a 246 kilométeres ultramaratoni futóversenyen vett részt Görögországban. Dombóvár város polgármestere támogatta Horváth Tamást a versenyen való indulásban. Az ultrafutóval stábunk beszélgetett a hazatérést követően. A maratonfutásnál nagyobb távokat nevezik ultrának. Ilyen ultrafutó Horváth Tamás is, aki nemrég érkezett haza Görögországból. Tamás 2016-ban kezdett hobbi szinten futni, ma már a futás az élete szerves része. Az elmúlt években számos rangos versenyen indult, ahol rendre kiváló eredményekkel ért célba. Horváth Tamás elért eredményei, valamint sorsolások alapján lett rajtlistás. Az ultrafutás azt jelenti, hogy 42 kilométernél többet futnak, vagyis 50, 60, 100, 160 vagy akár 200 fölötti kilométereket is futnak, azt hívják ultrának. A maratonnál nagyobb távokat hívják. Görögországban volt a Spartatlon, ez egy 246 kilométeres verseny, aminek a szintideje 36 óra, és ez a híres Atén-Spárta közötti szakasz, amit a, úgymond a híres futárnak az útvonalát járja be, amikor a perzsák a spártaiakhoz ment segítséget kérni, és a futár ezt az útvonalat járta be, és ez az a 246 kilométeres szakasz. Heti 5 fizikai edzéssel készült Tamás, ezen kívül pihenőnapokat is közbeiktatott, és különböző erőléti edzésekkel erősítette magát a nagy útra. Mi sokszor inkább itt a békeparkban, úgymond szintedzéseket, ugye iramfutásokat vagy repülőfutásokat tartottam, amikor szakaszosan gyorsulunk vagy lassítunk, amivel az erőlétemet, illetve a pulzusomat javítottam, illetve hétvégénként ki volt írva hosszabb futás, nagyobb távok, 30-40 kilométerek voltak kiírva. Nagyon nagy eredmény nem értem el, mert ugye a szintidőből kicsúsztam, de így is elégedett vagyok a versennyel, mert hogy idáig eljutottam. Bízok benne, hogy majd később megint bekerülök a csapatba, és újból revansot tudok venni a sérelmeimen. Minden tehetséges fiatalt fel kell karolni. Horváth Tamás ezek közül is messze kilóg a sorból. Ezzel a sportággal még senki nem próbálkozott Dombóváron, ha esetleg mégis, akkor ilyen magas színvonalra nem emelte, mondta Pintér Szilárd polgármester. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy 24 magyar társaságában ő képviselette Dombóvárt, és nagyon szépen köszönöm neki, hogy ezt a teljesítményt ő felvállalta, hiszen ő azért nem keveset dolgozott. Számomra meglepő volt első beszélgetésünk során, hogy 2016-ban kezdett el csak futni, azt gondoltam, hogy egy komolyabb sportmúlttal bír az az ember, aki elgondolja, hogy közel 250 kilométert le fog futni. Nyilván nagyon örültem volna, hogyha ő nagyobb sikerekkel tért volna vissza, és nem Dombóvár város miatt mondom ezt, hanem saját maga miatt, hiszen azt gondolom, hogy az a befektetett munka, amit ő elvégzett, hogy eljusson odáig, egy apró tévedés mentén gyakorlatilag elszállt, de hát én remélem, hogy jövőre, vagy az következő években lesz lehetősége ezt a hibát kijavítani. Találja meg önmaga igazát, érjen sikeresen célba, tette hozzá polgármester. Pintér Szilárd megerősítette, hogy lehetőség szerint minden segítséget megad a város Horváth Tamás ultrafutó további kitartásához, sikeréhez, és hogy legközelebbi útja biztosítva legyen, és elégedetten jöjjön haza jövőre Görögországból. Újra fákat ültettek a dombóvári kisgyermekes családok októberben. A csemeték a város új polgárainak köszöntésére kerültek ki a közterületre. A program 2006-ban indult, és olyan népszerű, hogy új területeket kell keresni az önkormányzatnak a kispolgárok tiszteletére rendezett fásításhoz évről évre. Fákat ültetnek a kisgyermekes családok Dombóváron október végén. Ez a család most a kisfiúk Nagy Ádám Nolen születéséről emlékezik meg a csemete elültetésével, de jövőre visszatérnének, mert márciusban várják kislányok születését, mondják a szülők. Jövő márciusban születik, majdnem egy időbe. A kisfiunk is március 13-án született, március 25-re vagyunk kiírva, úgyhogy meglátjuk, mikor jön a kisfugi. Igaz? Mert nagyon várjuk, úgyhogy mi nem tudjuk, mi lesz a neve, de majd mi gondolkodunk rajta, igaz?
Az anyuka azt mondja, örültek, hogy lehetőséget kaptak a facsemete elültetésére. Nagyon örültünk neki, mert ugye a Covid alatt nem volt, ugye a sógorom még akkor nem tudtak jönni, csak később pár év múlva, vagy egy-két év múlva, de mi azonnal regisztráltunk, ahogy meghallottuk. Védőnő is, anyósom is küldte a képet, hogy lesz, úgyhogy igaz, úgyhogy jöttünk. A több éves hagyomány minden évben népszerű, amikor megrendezik, mondja az alpolgármester. 2006 óta létezik a kispolgárok faültetése, és most már újabb területeket kell bevonni, mert hála Istennek 2006 óta eltelt már 10 nem tudom hány év, és annyi kispolgára van, kis újszülött polgára Dombóvárnak. És hát most 34 család ültet fát a kisgyereküknek a születése alkalmából. És egy nagyon szép hagyomány, tehát megéri bizonyos családi ünnepeket is ide eljönni, megnézni, hogy az ő neki ültetett fa az mekkora éppen, az egy nagyon klassz dolog. Újabb és újabb területet kell keresni az önkormányzatnak, hiszen egyre több gyermek születik a városban, mondja Kerényi Zsolt. Egyre több baba születik, és ez óriási öröm. Hát ugye volt olyan, amikor eléggé néhány voltunk így demográfiailag, tehát alig született a gyerek, de most a bölcsödék, illetve az óvodáknak a létszámán is látszik, hogy nagyon szépen ide rakodunk. Például a bölcsödét is ugye bővíteni kellett az elmúlt évben, mert egyszerűen nem fértek el, és úgy néz ki, hogy további bővülésre is szükség lesz, hála Istennek. A faültetés után a kis gyermekes családokat lefotózták a helyszínen. Valamint emléklapot kaptak, illetve a gyerekeknek édességgel kedveskedtek a szervezők. Az időseken volt a hangsúly hétvégén Kocsolán, a településen több programot is szerveznek a korosztálynak, és az éves idősek napjára most került sor. A rendezvényre sok szeretettel várták a kocsolai szépkorúakat. Idősek napját tartottak Kocsolán. A hétvégi rendezvényre szívesen várták a település idősebb lakóit, hogy egy közös ebéd mellett egy színes műsor keretén belül közösen beszélgethessenek és jól érezzék magukat. A program során 7 idős embert is megajándékoztak. Ők idén betöltötték a 80. és a 90. születésnapjukat. Településünkön novemberben szoktuk tartani az idősek napját, ez már hagyománynak számít falunkban. Ilyenkor várjuk a 60 év feletti idős, szépkorú embereket, lakosainkat. Körülbelül 95 lakosunk jelent meg a mai rendezvényünkön. 11 órai kezdettel volt meghirdetve a kis ünnepségünk, 11 órától vártuk az idős szépkorúakat, egy kis ajándékkal vártuk itt mindjárt az ajtóba, hogy belépnek őket. Utána volt egy kis köszöntő, és itt köszöntöttük a falunkban, településünkön élő 80 és 90 éves embereket, akik a születésnapjukat töltötték be idén. 6 80 évest köszöntöttünk, és egy 90 évesnek volt idén a születésnapja. Azért, hogy mert tényleg, ami sokat kaptunk, megemlékeznek rólunk meg. Hát nagyon-nagyon boldogan. Minden egyes erre eljövök, ha van születésnap, ha nincs. De most meg hát ez egy csodálatos meglepetés volt, mert hát még ilyenben nem volt részem, hogy köszöntsenek a családomon kívül. Nagyon jó érzés, hogy megköszöntöttek, gondolnak ránk. Jó érzés, igazán. Kocsolán nem csak egy évben egyszer foglalkoznak a szépkorúakkal. A rendezvények mellett van egy klub is, ahol minden hétfőn 2 órán át közösen beszélgethetnek, vagy például kirándulásokon, főzőcskében is részt vehetnek. A szépkorúaknak van klubjuk, amint minden hétfőn összeülnek és egy kicsit beszélgetnek. 2 klubunk is volt, csak a sajnos az idősebb generáció már nem tud részt venni, nem tudnak elmenni, hogy egy kicsit is beszélgessenek, de van a Vidám Hölgyek klubja, akik minden héten szívesen összejönnek, kirándulásokon vesznek részt, elmennek különböző rendezvényekre. Úgyhogy szerintem ők nagyon aktívan mozognak még most is. Van egy idősebb klubja, oda járunk. Én vagyok a legidősebb tagja. Úgyhogy ott minden hétfőn összejövünk. És az is nagyon jó, hogy elbeszélgethetünk egy kicsit. Először voltunk 30-an, legesleg először 30-32-en, most már kevesebben vagyunk, 14-en, 15-en, van úgy, hogy még kevesebben, mert ugye el vannak foglalva a népek, vagy a
és nem tudnak úgy jönni, de azért ennyien össze szokunk jönni azért, hogy minden hétfőn van, 2 órától 4 óráig vagyunk minden hétfőn. Szerveztek már kirándulásokat erre, arra voltunk, már több helyen voltunk. Volt, hogy főztünk ebédet, meg meghívtuk a vendégeket, hívtunk polgármesteri hivataltól, hívtuk a polgármester asszonyt, meg ilyeneket, úgyhogy ilyen szervezések vannak, különösebbek nincsenek. A település számára fontos, hogy ne hanyagolják el az idősebb korosztályt. Az idősek napja is ezt a célt szolgálja, hiszen a közösséget szeretnék erősíteni, és emellett együtt megünnepelni azokat, akik egy jelentős születésnapot betöltöttek idén. Szerintem nagyon fontos az idősek jelenléte a településünkön, hiszen nagyon sokat tanulhatunk még a mai napig tőlük, úgyhogy ők teremtették meg nekünk a múltat, és a jövőt pedig mi fogjuk felépíteni, és én főleg mindig nagy gondot fordítottam az idősekre, hisz én mint házi gondozó dolgoztam itt a településen, úgyhogy nagyon jól ismerem az idős embereket. Szeretek nagyon köztük lenni, beszélgetni velük, és ez nekik is nagyon fontos, és egy ilyen mai napi rendezvény is szerintem nagyon fontos, hogy egy kicsit összejönnek, beszélgetnek, több figyelmet kapnak ezen a napon, próbáljuk minden kedvességgel megajándékozni őket. Most is műsorokkal készültünk, óvodások, iskolások műsora fog következni, és a helyi német nemzetiségi táncoport, a Métyenek fognak még fellépni. Szerettünk összejönni, egy kicsit beszélgetni erről, arról, így a falu témájáról, ilyen dolgokról, úgy szeretjük azért, hogy eljövünk erre a összejövetelre mindig. Szeretünk ott lenni. Nem vagyok olyan eljárogatós hazulról, de egy ilyen rendezvényre megjelenek eljött. Főleg, amikor élt a férjem, akkor azzal jöttünk, úgyhogy hát sajnos nincs. Unokáim vannak, dédunokáim vannak, csodálatos családom van. Ez a boldogságom most már. Na meg hát ez a mai nap, amire erre abszolút nem számítottam, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így megemlékeztek rólam. Hát ilyenkor összejönnek az idősebbek, meg hát fiatalabbak is vannak köztünk. 80 évesek lettünk, hát még szeretnénk egy darabig jönni. Úgyhogy csak egészségünk legyen, meg mindenkinek. Az idősek napjára sok vendég látogatott el. A színvonalas műsor és finom ebéd mellett a borús idő ellenére jó hangulatban eltölthették a délutánt a falu idősebb lakosai. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!